Nagy szeretettel köszöntöm a túravezetéseimet nyomon követő drága nézőimet. A mai pályánk egészen pontosan Smugglerskow, és hát jó hírem van számotokra, hiszen kijött az első patch a Titánfalhoz, amivel balanszolták a játékot, hölgyeim és uraim, kérem szépen, nem hiszitek el, de balanszolták a játékot, és a Headpoint Hold immáról nem 75 scores jutalmat ad, hanem csak 25-öt, és azt hiszem nem is olyan sűrűn, mint idáig, úgyhogy most olyan túravezetést láthattok, amit még nem hiszem, hogy láttatok idáig tőlem, harcolnom kell lesz a győzelemért, igen, komolyan mondom, nem kell lesz ülnöm a kontrollpontokon, na jó, de azért kell lesz ülnöm, mert annak ellenére, hogy visszavették ezt a balansz, hát a jutalmazós dolgot, minden ezek ellenére most így támadni kell a kontrollpontokat, úgyhogy folyamatosan ingázni kell ezt egyik kontrollpontról a másikra, és mindig át kell ezt venni majd a kontrollpontokon az uralmat, mert hát így tudjuk majd most a legtöbb pontot összeszedni, és így tudjuk biztosítani az elsőséget a játékban. Úgyhogy hát mint látható már be is foglaltuk a B-t, illetve a C-t. Az állás jelenleg 27 tiket nekünk, és 35 tiket a enemy-nek, és most még egyelőre ők állnak jobban. De mint látható, a két kontrollpont előny aznak a következménye, hogy hamarosan mi fogunk vezetni, és ez már meg is történt ebben a pillanatban. Úgyhogy már csak ezt az elsőséget kell biztosítanunk a hátra levő 8, illetve 9 percben. De látható, hogy hát ezt az ellenség nem nagyon akarja hagyni, úgyhogy már is megyünk oda, már is próbáljuk visszaszedni a B pontot. Hát egy úriemberrel minden bizonnyal sikerült végezni. Arka XYHD, vagy YXHD, ja, hát igen, igen. Az a érdekes, hogy néha így megpróbálnék így említeni emberkéket, hogy ezzel ezt csináltam, az ezt csinálta én velem, stb. Stb. Néha olyan kaszifántos neveket adnak egymásnak, na például őt azért sikerült elég jó pofárugni. Jaj, Clivin 1015, na, egy értelmes nevű úriember. Na szóval néha nem is próbálkozok ilyesmikkel, mert esélytelen, hogy kiejtsem itt akárki neki a nevét, és visszafoglaltuk a B pontot, és mint látható már lehívható a titánum, úgyhogy hamarosan élni fogok az alkalommal, és lehívom a titánomat, mondjuk ide, azt hiszem, hogy jó is lesz. A minimapra tekintünk, lehet látni, hogy valahol itt a környékemen bizony itt lesz egy másik ellenséges titán, úgyhogy most olyasmit fogok megint elkövetni, amit idáig megint nem tettem, harcolni fogok a titánommal. Igen, kérem szépen, megtanultam harcolni a titánommal, na jó, nem 100%-osan biztosan, de azért átlagban most már eljutottam arra a szintre, hogy most már elég jó sokszor én szoktam kikerülni titán vs titán csatából győztesen, úgyhogy jó, persze ez kell egy olyan emberke is, aki hajlamos rá, hogy néha nullságokat elkövessen. Most azért elhagytam a titánomat, mert az már egy kicsit sok lett volna, úgyhogy hamar el is pusztult a drága jószágom, viszont a B-t azt visszafoglaltuk, és egyelőre hála jó, hogy ez az úriember itt nem figyel rám, úgyhogy tudom szépen pusztítani az ő járművét. És most magamra nyomok egy kis láthatatlanságot, és hát most sikerült ezt a Clivin 1015-öt olyan fegyverrel elpusztítanom, amire nem gondoltam volna, hogy képes vagyok pusztítani. Mert hogy ezt most a anti-titán fegyverrel sikerült lemészárolnom. Hát látható, hogy a B az kezd visszamenni az ellenség mezejére, úgyhogy hamarosan megint itt incidens lesz kibontakozóva. Kíváncsi vagyok, meddig fogom bírni húzni a dolgokat, de nem, hát kérem szépen, elmászott innen az ellenség, úgyhogy húzzuk vissza a pontot. Erről beszéltem, gyerekek, hogy most is ugyan ülök a kontrollponton, de látható, hogy zajlik itt körülöttem az élet, annak ellenére, hogy itt jelenleg még nem történik semmi, már is visszafoglaltuk a B-t. Az állás 136-134, és hajszál hiány, de mi vezetünk. Már csak ezt az elsőséget kéne továbbra is biztosítani, hát egy úriemberrel sikerült végeznem, de hát mázista vagyok, mert biztos, hogy volt mögöttem egy másik úriember. De megint lehívható a titánom, úgyhogy hamarosabb megint jön egy jó kis titán menetelés. És a C úgy látom, mintha bizseregne, úgyhogy már is megyek oda a környékre, megnézem, hogy merre található az az illető úriember, aki megpróbálja átvenni ott az uralmat, de megállt a csík, úgyhogy vagy elpusztult az illető, vagy nem is tudom, nem foglalkozik a kontrollpont behúzásával. De utóbbi időben azt vettem észre, hogy egy-két játékos rendre mindig elhanyagolja ezt a tevékenységet. Annak ellenére, hogy a Headpoint Dominationnek pont az a lényege, hogy ne egymást gyilkoljuk, hanem a pontok fölött tartsuk az uralmat. Ó, és jön rám egy nagyon bátor úriember vesztére, mert hát egy könnyű falat volt.
Á, fenéből nem tudom eltalálni, mert védi a titánnak a pajzsa. Ennek a titán pajzsnak az egyik hátulütője az, hogy az épületeken keresztül is hat. Magyarán, hogyha egy épület mellé lenyomsz egy ilyen titán, annak a pajzsa bizony átható lezen az épületen is, és hogyha netán ott dekkol valaki, állalán se tudsz végezni, mert védi a pajzs. Egy titánnal már sikerült úgy nagyjából végezni. Hát az én életerő már nem annyira hülye jó, de az övé is, úgyhogy sikerült vele is nagyjából végezni, és megint egy bátor úriember található itt a környéken, aki annak ellenére, hogy nem foglal helyet járműben, mégis úgy gondolta, hogy veszi a bátorságot és megpróbál velem végezni. Látható, hogy onnan az ablakból próbál engem ilyen gránátvetőszerű valamivel hát elrettenteni ettől. Hát legfeljebb ilyenkor a védő páncélomat tudja egy kicsit amortizálni, életerőből nagyon minimál az, ami lejön. Hát és sikerült végezni az illetővel. Na igen. Aztán most ki fogok szállni a titánkámból, vagy nem? Meg kéne nézni a B-t. Ó, megint itt egy úriember. Na hát vele is sikerült végezni. És lejött megint egy titán. Na felvegyem-e vele a kontaktot, vagy ne? Ó, az itt is itt egy titán. De jó, hogy körbe vagyok véve. Hát na jó van, uraim, azt hiszem itt az ideje elmenekülni. Hát ez nem jött össze, jó van. Pont mielőtt ejecteltem volna, kirántottak a titánomból és földhöz verték a csúnya orcámat. Na jó. Akkor megnézzük magunknak a célt, most úgy is valószínűsítem, hogy ott kisebb az aktivitás, az így enemi részről. Hát egyelőre még mi vezetünk, de hamarosan át kell ezt vennünk ott a hatalmat. Vajon furcsa neszeket hallottam erről. Hát csak a putok molyolnak itten. Na jó, ha már itt vagyok, akkor párna elbárok. Legalább addig is gyűlik a scores. Igen, gyerekek, nem hittétek volna, de ennek a játéknak szerves része az, hogy a putokat is ölni kell, mert hát így tudjuk biztosítani azt, hogy továbbra is mi maradjunk az elsők egy ilyen holt időkben, amikor nem találkozunk se kontrollpontokkal, amiket befoglalhatnánk, se játékosokkal, akiket kivégezhetnénk. Mondjuk azt megjegyzem, hogyha játékosokkal veszük fel a harcot és netán sikerül velük végezni, akkor bizony az értük kiáró scores az azt hiszem nem épül be a végleges pontszámba, hanem azért is van sárgával azt hiszem. Mindig azok a scoresok épülnek be a végleges pontszámba, amit a startban is látható, ami zölddel van. Ó, és továbbra is itt üldögélek a béné, és végre most tudtam elkezdeni húzni az ászlót. Kicsit furcsálom, hogy az ellenség az nem nagyon szokta figyelgetni, hogy hogy állnak a kontrollpontok így zászlóügyileg. Jó, most ez az úriember visszamászott, tény és való. És lövöldözött is jobbra-balra, de az a gáz, hogy amíg a titánjában van itt, nem nagyon tud vele mit kezdeni, és kiszállni nem hiszem, hogy ki fog. És hamarosan úgyis elunják itt magukat, és elindulnak egy másik pontra, és abban a pillanatban itt megint elkezdem húzni a zászlót. Ó, megint egy bárbot. Na jó, van, egyel sikerült végezni, és amit az előbb említettem, be is következett, és gyanítom, ez a titán már nem 100%-os, úgyhogy bátorkodtam lehívni a sajátomat. Aztán megnézzük, hogy ezzel mit tudok majd kezdeni. Azt mondja, hogy behuppantam szépen, még egyelőre véd a pajzs, és egy autó titán az, ami itt dekkol, úgyhogy vele azt hiszem könnyebb lesz végezni, mint a drága jó playeres titánokkal, és hamarosan vége is van. Jó van. Közben a kedves kollégám is lehívta a saját kis járművét. És a C-t úgy látom elkezdte bolygatni az ellenség, úgyhogy hamarosan oda megyek, és képzeljétek el, nem a titánomat fogom használni, hanem úgy személyesen, úgy a la nature fogom oda vinni az orcámot. Azt mondja, legegyszerűbb azt hiszem, ha itt felugrok. Na, sikerült, befoglalták a pontot, belementem valami izébe, ez csak egy bot volt. De ott a player is, jó van, na. Elkezdtük húzni a C-t, azt hittem, hogy nehezebb dolgom lesz, de hát mit kiderült, nem? Érdekes dolgok vannak itt. Közben betársultak ide hozzám a többiek is, de megállt a csík, pedig annak ellenére, hogy vagyunk itt egy jó páron, úgyhogy elég sok enemi lehetett itt a közelbe. Vagy nem. Én esetleg a többiek elintézték ezt a kisebb-nagyobb problémát, visszamászok a jószágba. Áj, hogy magába szippant, Istenem! Bekebelezte a lelkemet. Na és megyünk vissza a bére, mert hát elkezdték húzni itt a pajtások, és ott látható, hogy szaladgált az úriember, és most szépen elkezdjük leamortizálni a kis testét, és sikerült vele végezni, úgyhogy húzzuk vissza a bét, de már is jön megint egy autotitán. És hát jó, már egy kicsit beleloholtam magam a dolgokban, mert hát már végeztünk ezzel az autotitánnal, vagy hát nem az autotitánnal, magával a meccsel. Na, ezzel az úriember azért fogunk végezni szerintem. Hajj meg! Hát a titányával minden bizonnyal sikerült. Ja, még ezzel sikerült végezni. Jó, aztán most elhagyom a járművet, már eléggé le van már amortizálva. Meg is semmisült, még időben el tudtam menekülni.
És hát én minimapra tekintek, egyelőre nem nagyon látok ilyen enemi aktivitást. Megpróbálok felmenni a tetőre. Láttam, mert pont mögöttem volt egy titán. Na jó van. Hölgyeim és uraim, remélem tetszett ez a kis rövidke epizód, amivel szolgáltam nektek. Hát én jobban élveztem ezt az egy kört, mint az előző négyet idáig együttvéve. A patch és az új balanszolás nagyon jót tett a játéknak, úgyhogy én már azt mondom, hogy próbálja ki mindenki, mert így most már tényleg jó a titán fallal játszani. Remélem élveztétek azért ezt a kis műsort. Hát, mint látható, nem sikerült szétlőni a többieknek a kimenekítő űrhajót. Találkozunk a következő epizódba. Sziasztok!